Üdv mindenkinek, Necrocrim vagyok, és ez itt a feszültség levezető. Azért csináltam ezt a gameplayt, mert lemaradtam a Loki-val egy killel, azért mert belefutottam a játék végébe, véget ért a játék egy killel Loki előtt, és hát kellett egy feszültség levezető, és a játék nagyon jó példa arra, hogyha nem érjük el a célunkat Call of Duty-ban, akkor ne próbálkozzunk a következő körben, ne akarjunk újra elérni ezt a célt, hanem ha idegesek vagyunk és feszültség, csak játszunk, adjuk ki magunkból, fussuk ki, lőjük ki, csináljunk amit akarjunk, és muszáj volt egy ilyen videót feltölteni, de ez már nem egy live kommentár, úgyhogy itt másról szeretném terelni a szót, egy olyan videót, amit már régóta szerettem volna megcsinálni, beszélgetni, mert valamikor régen én csináltam egy bemutatkozó videót, körülbelül 100 feliratkozónál, és azóta lettetek 2000-re, és nagyon sokan nem ismertek engem, csak így becsatlakoztatok a videóimba, és tetszett, amit hallottatok, és utána később eljöttek a Vérpisti videók, és azt hittétek, hogy én ilyen vagyok, és sokan csak így ismertettek meg, hogy én ez vagyok, hogy Vérpisti, a köcsög, a beképzelt, a nagypofájú, stb., amilyen jelzőket kaptam, de nem baj. Nos, az újaknak, sziasztok, Necrocrim vagyok, nagyon régóta játszom, kb. 10 éve, és COD 4 volt a domináns játék, ahol multiplayerezni kezdtem, és hihetetlenül jó eredményeket értem el, MV2 pedig egy nemzetközi pályán elért hihetetlen jó eredmények lettek. A végeredménye MV3-ot már teljesen tapasztalatból csináltam, és ott kezdtem el videózni, hogy kiadjam magamból azokat az éveket, amiket én összeszedtem Call of Duty-zás közben, azokat a tapasztalatokat. Egyszerűen egy készítést éreztem arra, hogy kibeszéljem magamból, kiadjam magam, így elkezdtem videókat felrakni arról, hogy én hogyan játszom a Call of Duty-t, és mik az én módszereim, és azt hiszem nagyon sokan azért is csatlakoztatok, mert másképp látom a játékot, mint a legtöbb YouTube videós, ugye, hogy azt mondjam, tehát nem az a ilyen fegyver, olyan egér, ilyen felszerelés, ilyen perk és ilyen pálya, és így kell lőni, ebben a szögben nem. Én már nem úgy láttam a játékot, hanem így láttam, és a videómat is igyekeztem ilyen szempontból felhozni, mert a játék másról szól, és másképp lehet elérni sikerélményt, mint attól, hogy milyen sebességre állítom az egeret, és milyen perkeket rakok be Call of Duty-nál. Teljesen másképp is lehet célra vezetni egy játékot, ahhoz, hogy sikerélményünk legyen. Szóval röviden ez lennék én ezért kezdtem el annó videózni, és ennek jogán, vagy nem tudom, hogy szeretnétek ezt hívni, kezdtem el egy olyan videókat felrakni, ahogy én hogyan látom a játékot. Útközben azért elveszett a nagy gép, csak meg lett, csak laptopon sikerült játszani, de nem adtam fel a videózást, mert szeretem csinálni, szeretem, hogy sikerélményem van benne, és itt támogattok ebben, és bombáztok a levelekkel, hogy ez jó volt, az jó volt, ez a videó sokat segített, és ez nagyon jó leső érzés, és ez adott erőt ahhoz, hogy mindig tovább menjek. És egy kis közösség az enyém, hogy úgy mondjam, vannak tőlem sokkal nagyobb magyar videósok is, de azt hiszem a krémet megtaláltam, szóval azok az értelmes, valódi értelmes arcok, akik normális kommenteket fűznek hozzá, akik együtt akarnak játszani, akik másképp látják a játékot, akik gondolkodnak, és azokat mind megtaláltam, ezeket az embereket, és itt térnék rá a Vérpistikre, mert hogy valamiért ezek a videók nagyon népszerűek lettek, akik letán új és megtalál ezeket a videókat, annak most mondok, hogy az nem én vagyok. Az a három videó azért készül, vagy négy, nem tudom, egy pár ilyen provokáló videót csináltam, azért készültek el, mert igazából kezdtem megunni a magyar mentalitást, hogy így mondjam, azt a irigy vagyok, és nem támogatom, amit csinálsz, mert hogy neked ez megy, és nekem miért nem megy, és hogy a te most jelen esetben játékról beszélve, a te gameplayed szar, nektek ez így nem megy, és a srác, aki miatt elindult ez a sorozat, amúgy vele azóta jóba vagyok, és kiderült, hogy nem ez volt igazából célja, csak rosszul fejezte ki magát, hogy úgy mondjam, amúgy tök normális és rendes gyerek, és érdemes volt megismerni és felvenni őt barátnak.
Tehát ővel igazoltuk a félreértést, de úgy gondoltam, hogy már ideje volt elindítani ezt egy ilyen, na megmondom, hogy mit gondolok című történetet, és igen, és akkor hirtelen a semmiből rengeteg ember jelentkezett, hogy nézd meg ezt a köcsög hülye gyerek nekrokrimet, milyen egy beképzett pofája lett, most egy ilyen sok feliratkozója van, sok az relatív, ott kezdődik. A másik pedig igen, van nekem egy köcsög beképzelt beszólós énem, amit elővettem ezekre a vérpistis videókra, mert szükség volt rá. Azért volt rá szüksége, mert most egy kicsit elárulom a munkámról. Én emberekkel dolgozok, és nagyon-nagyon-nagyon régóta dolgozom emberekkel. És ismerem a rossz oldalokat is, hogy úgy mondjam, és... De ezt az oldalt én igyekszem nem támogatni. Szóval van az embernek bennem is, mint mindenkiben, van ez a rossz oldala, és a magyarnak különösen van egy rossz mentalitása, ez a... Ha megdöglik a tehenem, dögöljön meg a tied mentalitás, na ez az, amiből, hogy úgy mondjam, elég volt. És amiért én elindítottam ezt a csatornát, azon kívül, hogy kiadjam magamból mindazt, amit én Call of Duty alatt összeszedtem, azon kívül az, hogy létrehozzam azt a kis közösséget, amik élvezik a játékot, és örülünk egymás sikerének, és megpróbálunk egymásnak segíteni, mert azt hiszem nagyon-nagyon sokan küldtek nekem levelet, hogy figyelj, mit szólsz ez a géphez, örül, vagy hogy segített ez a gameplayed, vagy hogy tőled tanultam meg Call of Duty-zni, és ezek nagyon jó dolgok. Nagyon-nagyon motiválnak, hogy csináljam a videókat, nagyon motivál, hogy folytassam, és örülök a sikereteknek, örülök, hogy az úgy értétek el, hogy az én módszeremet követted, vagy úgy vettél gépet, hogy én segíthettem neked. Ezek nagyon jó dolgok, és ezek sokkal nagyobb erőt adnak, mint az, hogy te nem is játszol, ez a gameplay szar, ez senkit nem érdekel ez a véleményed, nem azért, ne gyere ide, és ne nézzétek meg ezt a game, ne írjatok kommentet, mert nekem olyan feliratkozóim vannak, az újaknak szól, akik csak azért találták meg ezeket a videókat, hogy fikázzanak, hogy azoknak szól, hogy itt nem ez folyik, itt az folyik, hogy mi barátok vagyunk, hogy van Necrozimnak, hogy együtt játszunk, és igyekszem, hogy az időm engedi minél többet játszani veletek, és erre azt hiszem nagyon sok példa van. Akik vissza tudják igazolni, hogy igen, hogy játszottunk együtt, hogy jó volt, hogy élveztem, hogy én is ember vagyok egyébként, szóval nem arról van szó, hogy itt videókat rakok fel, és úristen, hanem nem, hogy ember vagyok, és igyekszem hogy többet játszani veletek, és igyekszem egy közösséget építeni, és azt a köcsög vagyok, beszólós vagyok, nagy pofám van, beképzelt vagyok a feliratkozóimra, énemet elnyomni. Egyébként igen, nagyon beképzelt vagyok rátok, és örülök, hogy ennyien lettetek, és az, aki feliratkozom, és rendszeresen követi a videóimat, ők a maximális támogatásomat élvezik, és a védelmemet, hogy úgy mondjam, mert mi rátok bármikor beképzelt vagyok. És titeket akármikor így megvédelek. És ez volt, amiért elindult a Vérpisti sorozat is, hogy ne szólj be a barátaimnak, ne szólj be, ahogy játszunk, mert ez a miénk, és örülj nekünk, és játsz együtt velünk. Ennyi lett volna, és az első Vérpisti videó, ugye, ott Black Assassin, ő csak játszni szeretett volna velem egyet igazából, de meg lehetett volna oldani, hogy becsatlakozik, mert ismerem a klánt, akivel játszik, és meg lehetett volna oldani, hogy velem játszon együtt, de nem oldotta meg, ő ezen az úton jelentkezett, ott az első lecke az volt, hogy ami vagy, mondd magad annak, és légy az, akinek tartod magad, és azért készült ez a videó, tehát ott az volt a lényeg, hogyha már mondasz magadról valamit, akkor tégy úgy, hogy legyél is az, és állítsd magadról az. Ő egy fiatal srác volt, szerintem ő sem tudta, hogy nagyon mit akar, de hasznos leszke volt, azt hiszem. A másik Nest Sniper, ő szerintem ő se tudta, hogy ki van. Ja, bár ő azt mondta, hogy ő régóta követ, de ő neki ezek szerint nem esett le, hogy én miért csinálok videókat, és hogyan, és stb. Ő meg akarta védeni Black Assassin-t, mert hogy milyen köcsög voltam vele. Azt hiszem ott nagyon kemény voltam, durva és sértő, az nagyon rossz és megcsinál azt a videót, de ott is azt hiszem a lecke fel volt adva, hogy én miért csinálom ezeket a videókat, nem azért, hogy bebizonyosodjon, hogy ki a jobb, mert elhiszem, hogy sokkal jobbak vagytok, mint én, de nem az a lényeg,
Szóval azt hiszem ott el lett mondva, hogyha követsz engem és tudod, hogy mit csinálok, akkor ne szólj be, és ne akarj nagy fiút játszani, mert nem fog menni. És sajnos van egy nagyon-nagyon rossz indulatú és köcsögénem, és ahhoz túl régóta játszom emberekkel, túl régóta dolgozom emberekkel, hogy ezt ne tudjam kihasználni. És készült egy harmadik videó is, egy nőhíres YouTube-ossal, ő nem ismert engem egyáltalán, és teljesen belesétált a csapdába a sniper tanácsára. És amúgy nagyon jó, azóta jobba vagyunk, és nem fogjátok soha látni ezt a videót, mert nagyon rossz videó lett, és nagyon megalázó ebből a szempontból, és én senkinek a hírnevét nem szeretném elrontani. De nem, a vérpistis videók az egy olyan dolog volt, amiről én megmutattam, hogy ilyen is tudok lenni, de nem akarok, mert nem ez vagyok, és nem ezt szeretném támogatni. És szóljon ez az újaknak, akik rátalálják a csatornámra, és élvezik, amit csinálok. Nem ez vagyok, és nem ezt szeretném támogatni, és köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!